Amikor ezt a videót felvesszük, akkor Ukrajnában már 531. napja, hogy véres háború. Több mint 350 ezer halott, 100-nál is több lebombázott település, több millió menekült, szétszakított családok, ellopott jövő. Erre a háborúra Amerika már dollármilliárdokat költött, és továbbra is számolatlanul érkeznek a fegyverek a frontra. Ahogy egyre jobban fogynak a katonák, úgy a politikusok egyre vehemensebbek. Ez a háború két félen múlik, az oroszokon és az amerikaiakon. Az oroszok támadtak, ők a háborús agresszorok, ezt kár szépíteni. De valamiért egyetlen elemző, egyetlen európai politikus sem ás a dolgok mélyére, és nem teszi fel az igazán fontos kérdést. Miért ilyen fontos az amerikai baloldalnak és Bidennek ez a háború? Sok magyarázat van, de én most az egyik legdurvábban szeretném foglalkozni. Azzal, hogy valójában milyen mélyre is fúrja be magát Ukrajnába a Biden klán. Gyertek! Ássuk ki őket. Biztos, hogy ezeket a mémeket már ti is láttátok. Ahol találnak a földben két hordó olajat, vagy egy köbméter földgázt, oda Amerika már másnap demokráciát akart exportálni. Mivel a világot jelen pillanatban ezen erőforrások hajtják, ezért hatalmas biznisz rejt az ukrán föld. Miután már mindenhol lejátszották a demokrácia meccseket a kőolaj és a földgáz árnyékában, ezért az, aki meg akarja még szedni magát, új területek után kell nézzen. Így vetett szemet az USA Ukrajnára, pontosabban a Biden család és más amerikai milliárdosok fordították arra kíváncsi tekintetüket, akik úgy határoztak, hogy ők sem akarnak kimaradni az erőforrásokért zajló versenyből, és szerencsét próbálnak szomszédunkban. Joe Biden az USA egyik legkorruptabb vezetője. Ha azt hiszed, elfogult vagyok, akkor nézd meg ezt a videót. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said we're not going to give you the $1 billion. They said you have no authority. You're not the president. The president said. I said call him. I said I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said you're not getting the billion. I'm going to be leaving here, and I think it was what 6 hours. I looked. I said I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a, got fired, and they put in place someone who was solid. Értitek? Az USA elnöke dönti el, hogy egy másik országban ki legyen a főügyész. Másképpen cumi. Nem küld segélyt. De mi van mindennek a hátterében? Hogy jutott ide Ukrajna, és miért volt Bidennek annyira fontos leváltania ezt az embert? Na, ezt fogom most nektek bemutatni. A történet szövevényes, de próbálom a legérthetőbben elmagyarázni. Ahhoz, hogy megértsük a mostani háborút, hogy ez miért ilyen fontos Amerikának, és főleg Bidennek, vissza kell utaznunk az időben egészen 2014-ig a Majdan téri eseményekig. Mielőtt azonban belemelegednénk, szolgálati közlemény. Először is köszönöm Trombinak, hogy tartotta a frontot, de most már visszajöttem, lebarnultam, kipihentem és kigyúrtam magam, ezért jobb lesz, ha Trombika szépen visszamegy Facebookozni, és békén hagyja a műsoromat. Viccet félretéve, nagyon menők vagytok, hogy sokat néztétek a videókat, és tényleg köszi Kristóf a munkát, amit beletettél a Patriótába. Viszont még mindig azt látjuk, hogy nagyon sokan nézitek a videóinkat, de nem mind iratkoztatok fel. Ezért most megint szeretnélek megkérni téged, kedves fel nem iratkozott barátom, hogyha akarsz velem, Jonkával, Stefivel, Csengével, Trombival, mondjuk vele miért akarnál találkozni, akkor iratkozz fel a Patriótára, mert másképp ezek a videók nem fognak eljutni hozzád. Ígérem neked, hogy csak és kizárólag olyan tartalmakat gyártunk, amelyekről alig-alig hallasz a médiában. Ilyen lesz ez a mostani is, hiszen egyetlen videó sincs a magyar YouTube-on, amelyik ilyen alaposan feldolgozna Biden-féle ukrán korrupciós szálat. Kérlek téged, kedves patrióta barátom, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot. És most nézzük, hogyan él Ukrajna az amerikaiak fejében. Amerikából nézve egy unalmas, korrupt, de erőforrásokban gazdag szegény szláv ország, amely egészen a közelmúltig gyakorlatilag Oroszország gyarmataként működgetett. Két hatalmas biznisz van az országban. Az egyik a már említett természeti erőforrások kiaknázása, a másik, és most meglepőt mondok, a pénzmosás. Minden és mindenki megvásárolható végtelen mennyiségű pénzmosható tisztára, a politikai ellenfelek pedig eltüntethetők. Ez az oroszoknak is jó volt, az amerikaiaknak és az ukránoknak is. Sokáig meg is voltak békében egymás mellett, míg nem mindenki magának akarta az aranytojást tojó tyúkot, Ukrajna. Igazából Washingtont 2014-ig egyáltalán nem érdekelte az ukrán demokrácia. De 2014-ben valami radikálisan megváltozott. És mint mindenhol, ahova az amerikai baloldal pénzemberei beteszik a lábukat, a történet egy színes forradalom formájában vett merőben új irányt.
Nem volt ez másképp Ukrajnában sem. A majdan téri tüntetéseken a demokratikusan megválasztott ukrán elnököt Viktor Janukovicsot az Obama kormány által támogatott puccsal buktatták meg. Ez a művelet a hírek szerint több mint 5 milliárd dollárba került az amerikai adófizetőknek, de a demokraták szerint megérte. Többek között az USA pénzelte a tüntetőket, akik így fegyverekhez jutottak hozzá. A forradalom jól sikerült. 121 halott, 2300 sérült, közel 300 eltűnt, és a teljes anarchiába süllyedt Ukrajnában a hatalmat megszerezte Petro Poroshenko, aki már természetesen tiszta kezű demokrata volt, és nagy szerencséjére tudta is, hogy kikkel szabad mutatkozni, kikkel kell fotózkodni. Obama pedig alelnökét Joe Bident nevezte ki kapcsolattartónak USA és Ukrajna között. És ugyanebben az évben az ukrán gázóriás a Burisma cég fejének Biden fiát Hunter Bident nevezte ki, akinek mellesleg 84 ezer dollárt, közel 30 millió forintot fizettek ki havonta. Most nyilván nem kell rakétatudósnak lenni ahhoz, hogy elképzeljük, hogy ultragáz, amikor egy magánkézben lévő földgáz kitermelő gigavállalat felvesz egy olyan embert, aki előtte soha egy percet sem dolgozott a gáziparban. Hunter Biden alkalmazása mellett túl sok érv nem szólt. Akkoriban ugyanis kokain használatért rúgták ki a haditengerészettől, de crack függősége sem volt egy jó ajánlólevél. Vahogy az éppen kipattanó pletykák sem jöttek jókor, miszerint striptease táncosokat ver prostikkal és más bódító szerekkel színesíti a hétköznapjait. Mert hogy Hunter Biden nem egy szokványos elnök csemete. Nem az a jól fésült, ápolt, fokrém reklám mosolyú, visszafogott családi életet élő amerikai politikus. Ő inkább az a fajta, aki úgy érzi, hogy bármit megtehet. Ha úgy tartja a kedve, crackpipával alszik el, miután mesztelenül lecsúszik egy csúszdán. De ő amolyan hétköznapi ember is egyben. Például maga méri a napi fehérje adagját. Saját bevallása szerint is orosz dílerekkel és örömlányokkal üti el szabad idejét. Az amerikai elnök fiáról millió kis felvétel van, tényleg félmesztelenül vagy anyaszült mesztelenül, nem túl előnyös pozíciókban, de ha ezeket ide bevágnánk, akkor hamar letiltanának, ezért képzeljétek oda. Illetve igyekszem plasztikusan fogalmazni. Szóval Hunterke izomból tolja a cuccot, szágódás, Porsche szerelem, sex, drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Már csak az a kérdés, hogy mindezek után miért érezte úgy a legnagyobb ukrán energetikai vállalat, hogy neki erre a fickóra van szüksége. Nem Hunter, hanem a jó öreg Joe volt a biztosíték arra, hogy a földgáz biznisz tovább pörög. Ukrajnában úgy beállt a demokratikus fordulat, hogy hirtelen mindenki az amerikaiak jó indulatát kezdte elkeresni. A Burisma pedig szépen termelte is a pénzt Bidenéknek és a nagy amerikai baloldali klántagoknak. A háttérben a drogos, prostis Hunter Biden intézte a piszkos munkát. Egy FBI dokumentum tanúsága szerint a Burisma egyik vezetője 2015-ben 5 millió dollárral, körülbelül 120 millió forinttal vesztegette meg, hőzködte Joe Bident, szintén 5 millióval pedig Hunter Bident. A cég vezetői e-mailben hálálkodtak Hunternek, amiért összehozta őket az USA akkori alelnökével, az apjával, Joe Bidennel. Mert hát az évtizedek alatt a dörzsölt ukrán oligarchák rájöttek, hogy csak akkor hagyják őket működni, ha védelmi pénzt fizetnek. Korábban ezt az oroszoknak, most meg az amerikaiaknak pengetik. Összesen csak a Burisma Bidenéknek hozzávetőlegesen 10 millió dollár termelt. Hunter mellett más demokrata nagyágyuk is bekerültek a Burisma igazgató tanácsába, például John Kerry volt külügyminiszter emberei és mostohafia. A Burisma jogásza pedig Amerika volt helyettes főügyésze lett. Ez ám a közigazgatási karrierív. Ahogy minden jó, úgy egyszer ez is véget ért. Ugyanis Ukrajna főügyésze eljárást indított Bidenék pénztermelő biznisze a Burisma ellen, és innen vált a történet igazán érdekessé. Ez az úriember itt, Viktor Sokin. Ő volt az, aki beleköpött Bidenék levesébe, és korrupció, pénzmosás, zsarolás és egyéb bűnesetek gyanújával kezdte el vizsgálni az ukrán céget. Kezdte volna, mert hogy emlékeztek még erre a videóra? Biden hatására beváltották. Az ügyészt pedig menesztették. Pláne az egészben, hogy minden tényellenőrző oldal azt állította, hogy ez hamis. Na de mit tippeltek, mi lett Sokin főügyésszel? Nem csak hogy kirúgták, azért mert vizsgálta Biden fiának a korrupciós dolgait, még meg is mérgezték. Higannyal. Az oroszok a novicsokot szeretik, a fejlett demokráciák a higanyt. Tőle származik az a híres mondás, mely szerint Bidenék valójában átvették Ukrajna felett az irányítást. Sokin leváltása után rövid pórázra kötötték Bidenék az ukránokat. Saját ügyész neveztek ki, akinek a munkáját egy Washingtonból küldött amerikai tanácsadó felügyelte. Érdekességként megjegyzendő, hogy Jurij Luchenkónak nem volt jogi végzettsége, ezért mielőtt Poroshenko Ukrajna főügyészének jelölte őt, a kedvéért törvényt módosítottak,
azért, hogy jogi diploma nélkül is be lehessen tölteni a tisztséget. Teljesen hihetetlen. Ha azt hiszed, ez a vége, tévedsz. Bidenék innentől semmit sem bíztak a véletlenre. Az ukrán kormányba olyan minisztert ültettek be, aki egész egyszerűen amerikai állampolgár volt, és tudjátok, hogy milyen minisztert neveztek ki az USA-ból? Hát a pénzügyminisztert. Amúgy ezt az amerikaiak megcsinálták egy másik európai kormánnyal is. A német kormányban is van olyan államtitkár, akit az USA-ból ejtőernyőztek oda. Az egész ukrán ügy akkor lett izgalmas és érdekes, amikor ez a Biden gyerek szétkrekkelve elhagyta a laptopját. A laptopon található infók megerősítették Hunter Biden külföldi, ukrán, kínai, román, orosz korrupciós ügyeiről szóló korábbi információkat. Az elhagyott laptopról kerültek elő a drogos kurvás selfie videói. Az FBI nyomozást indított a Hunter laptopon talált bizonyítékok miatt pénzmosás gyanújával. Joe Biden és a demokraták tudjátok, hogy mivel kezdtek el védekezni? Russian disinformation. Russian disinformation. Russian disinformation. Russian disinformation. Russian disinformation. Igen. Hogy mindez orosz dezinformáció. A szólásszabadság zászlóshajói, a közösségi média felületek mit tettek? Semmit. Pontosabban letiltották a laptopon található felvételek és az azok alapján írt cikkek megosztását. A kiszivárgott felvételek megosztása miatt egy időre felfüggesztették Donald Trump újraválasztási kampányának hivatalos Twitter fiókját is. Persze az ember jobban teszi, ha nem Bidenékre hallgat. Az amerikai hírszerzés vezetője cáfolta, hogy orosz beavatkozási kísérletről lenne szó. Hunter Biden's laptop is not part of some Russian disinformation campaign, and I think it's clear that the American people know that. De ha már oroszok. Szerintetek Bidenék üzletelnek oroszkikkal? Nem is akárhogy. Az egyik cégük, a Rosemont Seneca Partners nevű befektetési társaság, hogyhogy nem 3,5 millió dollárt kapott Elena Baturinától, Moszkva volt főpolgármesterének feleségétől. Ő itt a képen Putyin mellett. Ezt még az amerikai szenátus is vizsgálta, és megállapította, hogy a pénz tisztázatlan forrásból származott. És most kapaszkodjatok. Tudjátok, hogy Bidenék hogyan kapták meg ezt a 3,5 milliót? Hát úgy, hogy feltöltötte valaki egy bankfiókba 11 különböző alkalommal. Milyen ismerős. Amúgy az orosz asszony is jól járt, hogy üzletelt Bidenékkel, megvette London második legnagyobb kastélyát. Ezt itt. Tehát Bidenék valószínűleg pénzt mostak át a cégeiken. És most jön egy újabb csavar. A háború kitörése óta az amerikai külügyminisztérium 893 orosz állampolgárral szemben vezetett be vízumkorlátozást, szankciók ezreit rendelt el Oroszország ellen, ám ezek alól egy valaki mentességet kapott mindig, Biden üzlettársa Elena Baturina. És még mindig nem értünk a végére. Az északi áramlat felrobbantását majdhogy nem nyíltan elismerő Joe Biden elérte, hogy Európa gazdaságilag megrodjon. Ez olyannyira jól sikerült, hogy most már a német gazdaságot megelőzte az orosz. Az az orosz, amelyik agyon van szankcionálva. És tudjátok, hogy az energiaszektorba kik fektettek dollármilliárdokat? Hát az amerikai baloldal csúcs szereplői Bidenék, Clintonék és Kerryék. Tudjátok, hogy miben érdekeltek ezek a jó emberek? Az LNG-ben. Mit toltak itt nekünk? Mit kell venni? Jó, demokratikus, amerikai LNG-t. Joe Biden és John Kerry, valamint környezetük ezer szálon kötődnek a gázszektorhoz, elsősorban olyan a cseppfolyósított gázüzletben érdekelt vállalatokhoz, mint a Cheniere Energy, a Western LNG vagy a Tellurian. A Cheniere Energy például az USA-ban a legnagyobb LNG vállalat, világszinten pedig második. Neki 2016-ban Bidenék adtak engedélyt, hogy külföldre is exportálhatnak LNG-t. Csak egy baj volt. Nem nagyon volt rá kereslet. Meg kellett előbb teremteni azt. De az orosz-ukrán háborúval sikerült érdeklődőket találni, akik hajlandóak drága, környezetszennyező, amerikai cseppfolyósított gázt vásárolni az amerikai baloldalhoz köthető köröktől. Mondjuk mindez 200 ezer ukrán és 100 ezer orosz életébe került, de Washingtonból nézve ez csak egy kis lokális csettepaté, amit a szlávok vívnak egymással. Azt hiszem, levonhatjuk a konklúziót. Ukrajna Bidenék pénzmosodája. Egy hely, ahol büntetlenül bármit megtehetnek, egy ország, amelyet fel lehet áldozni azért, hogy tovább pörögjön a családi gázbiznisz. Miközben Európa agyon szankcionálja Oroszországot, addig Amerika szépen kifosztja Ukrajna mellett az öreg kontinenst is. Eladja nekünk a drága LNG-t, pörgeti a háborús bizniszt, a következmények pedig senkit sem érdekelnek. Sziasztok, én Apáti Bence voltam. Hamarosan újra találkozunk.